gyakorlatilag többféle értelmezést adnak szellemnek, valamikor a léleknek szántják szellemszót, valamikor a szellemeknek, valamikor mondják, hogy a szent lélek, az atya és a szellem, de klasszikusan, amikor a védikus írások magyaráznak, ők azt mondják, hogy lélek, ez maga Élő lény, én vagyok a léleg. A léleg beköltözik a durva fizikai testbe, ez, ami most látjátok, de közvetlenül kapcsolat nem lehetséges. A kapcsolat a durva fizikai testtel a finom fizikai test által történik, és ezt a finom fizikai testet szellemnek neveznek. Amikor meghal a durva fizikai test, Finom fizikai test, szellemi test nem hal meg, ezzel együtt a lélek vándorol a másik, következő durva fizikai testbe. De amikor a lélek eléri a lelki szintet, a lelki tudatot, Isten iránti szeretettet, akkor megszabadul az anyagi, finom fizikai vagy a szellemi testtől, és eléri a lelki testet.